mindenki, szeretném nektek bemutatni az F550-es drónt, amely nagyon vagány kis, nagyokra hajazó formával bír. Kibontjuk a dobozt, találjuk benne a drónt, találjuk benne a csillagsarhúzót, amivel minimális szerelési munkákat el lehet végezni, egy USB-s töltőegységet, amit nem lehet fordítva összedugni az akkumulátorral. Van egy set, amiben található egy USB SD kártya átalakító, egy 1 gigás SD kártya, illetve a kamera maga az ebbe egy külön kis dobozban rakva, szállításhoz képest nagyon, nagyon precíz szállításra van. Találunk benne egy pózrotor szettet, egy manuált még a géphez, és egy 2-4-es, nagyon dizájnos, mozgatható antennával egy 2-4-es adót. Ha a gépet össze akarjuk szerelni, amit én már megtettem, akkor 4 darab rotorvédőt kell felrakni, ha kezdők vagyunk, ezt ugye feltétlenül ajánlom. Oldalanként 2-2 kis csavarral lehet megoldani, benne van minden gyárilag, kis csavarhúzóval fel is lehet tenni, ezzel nincs is probléma, illetve van még 2 láb, amit csak a helyére kell pattintani, azokat ugyanezzel mozdulattal le is tudom szedni, ez nem okoz szerintem senkinek problémát. Illetve, ha kibontjuk a külön a kamerás kis dobozt, akkor abban van a kamera, amit én már felraktam, meg az SD kártya, amit bele lehet csúsztatni az oldalába, és akkor azt is fel lehet pattintani rá, illetve van egy csatlakozó, amivel csatlakozik magához a drónhoz, azt is csak egyféleképpen lehet összedugni, úgyhogy azon sem lehet probléma, és az egészet be lehet pattintani. Amire felhívnám külön a figyelmet, hogy itt hátul van egy ajtó, amiben amiben be lehet csúsztatni ezt az akkumulátort, ami egészen pontosan 650 mAh-es, ha jól látom, 2 cellás akkumulátor, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy ez az ajtó, ez csavarozható. Viszont külön kapcsoló nincs a gépen, amivel kibe tudjuk kapcsolni, illetve áramtalanítva tudjuk magát a drónt. Tehát az ajtó bepattan a helyére. Én nem használnám hozzá a csavart, mert azért az macerás mindig kicsavarozni, széthúzni, illetve újra összerakásnál minden ugyanez visszafelé. Tehát magát az aksit csak bebújtatjuk a helyére, és akkor az ajtót, hogyha összedugtunk vagy szétdugtunk, akkor csak szépen be tudjuk pattintani. A csavart azt nem feltétlenül ajánlom minden egyes repüléshez, hogy becsavarjuk. Hát magát, ha szeretnénk beizzítani a gépet, akkor ugye előtte fel kell tölteni az USB-s töltővel az akkumulátort, be kell tenni a helyére, és akkor be tudjuk dugni. Meg is próbálok, így sikerül is. Akkor minden világít rajta, minden villog, mint egy karácsonyfa. Így látható is az alja. Ami furcsa benne, de szerintem nem probléma, hogy itt a gépnek az eleje a piros, és a kék a hátulja, és itt a fronton szintén pirosan villog egy LED. Letesszük vízszintesbe az egészet. Az adóról még annyit, hogy ebbe 6 ceruza ellen való, nem tartozik a gépnek, azt külön kell megvásárolni. Teljesen levett gázzal bekapcsoljuk, feladjuk a gázt, levesszük. Itt van egy LED, ami most már villogásból folyamatos világításra ment át, és megy a szerkezet. A gép repülése, itt egy mód van, nem lehet mást választani. Gáz ugye az elszakol, a baloldalival le föl, ez a kormány működteti a függőleges tenger körüli forgást, másik oldalon a csűrővel tudjuk billegtetni, magasságit előre hátra nyomjuk, akkor előreindul-e vagy hátraindul a gép, és ezeknek a mixelésével tudunk repülni. Van még rajta 4 nyomó gomb itt felül a sorban, hát szépen sorba kezdjük el. Ez az oldal, az maga a kamera funkciókat kezeli, ez az oldal meg a kitérések nagyságát, illetve ezt a 360 fokos flippet, hogy meg tudja csinálni a gép, az arra szolgál. A kameráról annyit szeretnék mondani, hogy ha minden üzem képes rajta, akkor kéken folyamatosan világít rajta egy LED. Viszont hogyha az SD kártyát menet közben, vagy akár az elején nincs benne, akkor villog gyorsan, pirosan mellett egy másik LED. Hogyha betesszük a helyére, akkor ez a villogás pár másodperc múlva megszűnik, tehát üzemképes a kamera. A kamerának megnyomjuk a bal szélső, illetve az adón megnyomjuk a bal szélső gombot, akkor egyszer fotózunk, és egy pár másodperc múlva a LED is fölvillan. Hát abban nem vagyok pontosan biztos, hogy ez akkor történik meg a fotózás, mikor megnyomtam, vagy akkor, mikor a LED, mindesetre a visszajelzés ekkor történik magáról, és ezt akárhányszor megnyomom, annyi fotót fog elkészíteni el.
maga a kamera. A kamera feje egyébként mozgatható 40 fokba lefelé, illetve vízszintesen előre, és így kis oldalról is tekerhető. És mellette lévő gomb, tehát a bal szélső beljebb gombot, hogyha megnyomom, kicsit máshogy is csípon az adó, akkor viszont kamerázni kezd, és folyamatosan a kék mellett világít a piros a kamerán. És hogyha ki akarom kapcsolni a kamerát, akkor ugyanezzel a gombbal megtehetem. Amit még pluszban tudok, hogy a gép maga, tehát hogyha megnyomom a fotó gombot a videózás közben, akkor nem fogja kikapcsolni a kamerát, fotót se fogom menet közben akkor készíteni. Vannak olyan modellek, aminél, hogyha bármelyik gombot megnyom a videózás közben, akkor ki fogja kapcsolni a kamerát, ez nem olyan. Azt hiszem 640x480-ban rögzít a kamera, nincs rossz képe, nincs is széles látószöge, tehát a billeg nagyon a gép, az se lesz zavaró, mert a szűk látószög miatt ez nem lesz probléma. És akkor térjünk át a másik oldali gombokra. A másik oldalon van egy gomb, hát a belső, tehát a jobb oldali belső gomb. Két csipanás, három csipanás, illetve egy csipanás, mindig ha bekapcsolom az adót, egy csipan, illetve az első váltás van. Ez 40, 60 és 100%-os kormánykitéréseket eredményez. A 40% ugye kezdőknek, 60% középadóknak és 100% meg a teljesen jó repülő kollégáknak való. 100%-ba se lehet kormányokat sarokba kitéve bármilyen flippet végrehajtani vele, akkor azt érjük el, hogy akkor igazán vagányan lehet vele repülni. Én bevallom őszintén, ezt szeretem, amikor ilyen lehetőség van az adón, mert 100%-os kormánykitérésnél, hogyha bármiféle probléma van, megijedek és ellenkező irányba elhúzom a botot sarokba, és csinál egy flippet, amit egyébként nem is gondoltam végig, hogy meg fog csinálni, az nem biztos, hogy annyira hasznos. Ennyi az adónál, hála Istennek ez így van. És az utolsó gomb, jobb szélén, az most nem is lehet hallani, de kicsit gáztolok. Csipog folyamatosan, de csak ha a gáz föl van adva, ha ezt megnyomom egyszer, elkezd csipogni, ezt addig abban nem hagyja, míg valamelyik botot be nem teszem a sarokba, előre, hátra vagy jobbra vagy balra, és akkor arra felé egy 360 fokos fordulót fog csinálni a gép, abban például abba hagyja, ha esetleg közben rájövök, hogy nekem mégse kellett volna, akkor még egyszer megnyomom a gombot, és akkor ez a program törlődik, és mehet tovább a repülés a géppel. Hát még van a klasszikus 4 darab trim rajta, és ennyi, alul ez meg már csak design az adón. Amit észrevettem a repülésében, hogy ugye a 40-60 és a 100%-os kormánykitérések mellett elég lineáris a kormánykitérés, ami egyébként számomra jó repülést jelent. Nem ugrik meg a vége felé a gép, hanem körülbelül tudom, hogy mit várok tőle. Tehát kezdőknek ajánlom inkább ezt a gépet, akik szeretnének vele kamerázni természetesen. És hát az installációról annyit, hogy igazából ez volt ideig az a gép a kezemben, aminek az installációja 5-8 percet is igénybe vett, mert csavarozni kellett meg felpattintni, viszont mindent adtak hozzá, hogy ezt otthon gyakorlatilag egy asztalon, egy üregasztalon el lehessen végezni, úgyhogy ebből a szempontból jó. Hát ez úgy néz ki, mint egy normális nagy drón már, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szeretné ilyennel repülni, hogy hajrá, sziasztok!